Rákosmenti önkormányzata rendszeresen felköszönti a kerület 90-95, illetve 100 esztendős polgárait. Dr. Füzesi Péter alpolgármester és Petrőczi Dániel önkormányzati képviselő a Pesti úti idősek otthonának két lakóját, Fekete Félixnét és Debreceni Lászlónét köszöntötte születésnapi alkalmából. A két szépkorú hölgy egy-egy Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt oklevelet is átvehetett. Fekete Félixné 1924. november 1-én, míg Debreceni Lászlóné 1929. november 6-án született. A Pesti úti idősek otthonának két lakóját dr. Füzesi Péter, Rákosmente alpolgármestere, illetve Petrőczi Dániel önkormányzati képviselő virágcsokrokkal köszöntötte. Az ünnepeltek pedig egy-egy Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt emléklapot is átvehettek. A 95 esztendős Fekete Félixné Budapesten látta meg a napvilágot, élete nagy részét a 13. kerületben Angyalföldön töltötte. Egyetlen gyermek volt a családban, szülei dolgos emberek voltak. Klári néni édesanyjához és édesapjához hasonlóan szintén sokat dolgozott, főként ezt töltötte ki a mindennapjait. Én az Orionban dolgoztam, és utána, amikor az Orion felmondta, akkor az EMG-be kerültem, és akkor ott ezért voltam az EMG-be. A 90 esztendős debreceni Lászlóné Magdi néni Zalaszentgróton született, sokáig vidéken élt szüleivel és egyetlen öccsével. Néhai férjével 1946-ban kötöttek házasságot, s az első gyermekük érkezése előtt költöztek Budapestre. Leánya és fia nevelése mellett Magdi néninek bedolgozói jogviszonya volt. 15 évet dolgoztam a szövetkezetbe, a kézi munkástam, kézi kötő voltam, ilyen kis bébi holmikat kötöttem külföldre. A két szépkorú asszony a hosszú élettitkával kapcsolatban egyaránt úgy fogalmazott, ha az ember munkálkodik, hasznos elfoglaltságokkal tölti az idejét, akkor él csak igazán sokáig.